Istenünk, mennyi édesatyánk, az a vágyunk a Zsoltár íróval, Dáviddal együtt, hogy készítsd a mi szívünket is, hangold a mi lelkünket is arra, hogy zengjen Zsoltárt, zengjen magasztaló éneket, hadd tudjunk téged dicsérni szeretetedért és hűségedért. Mi baptisták nagyon szeretünk énekelni, és ez vonz bennünket, hogy együtt énekelhessünk, akár olyanokkal is, akikkel még soha, és együtt nagy kórusban is együtt énekelhessünk. Aztán azért is, mert szeretjük egymást vezetni. A karmesterek, a tanuló karmesterek, fiatalok, idősebbek, tapasztaltabbak örömmel kipróbálják a tudásukat, és mindezzel szeretnénk Istent magasztalni és dicsérni. Mert azok az énekek, amik itt elhangoznak, azok aztán a gyülekezeti életben is megjelennek, akár újak, akár jól begyakoroltak lesznek, és ezáltal a gyülekezeti istentiszteleteket, különböző ünnepi alkalmakat tudnak színesíteni, gazdagítani. Ilyenkor jó érzés, máskor is természetesen, de ilyenkor jó érzés itt lenni a házban, nem csak a Jóistennek, hanem a gyarló ember szívének, lelkének is szép dolog történik ilyenkor. A muzika szakrának az igazi feladata az, hogy az igét hordozza. Nem egy hangulati zenéről van szó, ahol egy jó közösségi alkalmat még jobbá teszünk azáltal, hogy szép zenék, ha kell andalító zenék, ha kell ünnepélyes zenék, hogyha kell pedig egyfajta közösséget megmozgató, éltető zene hangozik, hanem arról van szó, hogy a zene szárnyára veszi az igét, és aztán az igére való válaszunkat is. Azt, amit emberi szótán kifejezni nem tud, vagy nem elég jól tud, azt a zene ki tudja egészíteni. Nem véletlen az, hogy Luther számára, reformátor számára a zene, az a teológia után az legfontosabb ajándékok közé tartozott, Isten ajándékaként tartotta nyilván, azt is hozzáfűzte, hogy a zene azért izgalmas, mert ördögöt űz, kiűzi a rosszat a szívünkből, a környezetünkből, és megteremti a jónak a lehetőségét. Minden hangzik, a kérdés az, hogy megtaláljuk benne a harmóniát, és eljutunk a diszonanciától a konszonanciáig, a zavaró összehangzásoktól egészen a tiszta hangzásig. Az üzenetet kell továbbítani, ami az énekben van. Nem a hangközöket, nem a dallamot, nem a ritmust, hanem azt, amik ezeknek a segítségével megszólal. Azért a vokális zenében ugye tudjuk, hogy a szöveg az alapvető hát hírhordozó vagy tartalmi hordozó. Nálunk a kórus éneklésnek nagy hagyományai vannak, hiszen három kórus is otthont talált itt az elmúlt évek során a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, és hát nagyon szívesen dolgozunk együtt minden közösséggel, minden szervezettel, így a baptista egyházzal is. Ugye ők azok, akik amióta a Csaba Gyöngye Kulturális Központ új időszámításra elkezdődött, az elmúlt öt esztendőben évről évre eljönnek hozzánk, és a karvezetők, illetve a kórusok munkája itt tulajdonképpen otthonra talál, illetve én azt hiszem, hogy közösen jó helyszínt tudunk nekik biztosítani, amit talán az is igazol, hogy egyre nagyobb létszámban vesznek részt itt a határmenti találkozón a kórusok, illetve a karvezetők. Egyre többen jönnek végzett művészek, karnagyok és tanárok.
olyan is van itt, aki egyetemen tanít szolfész zene elméletet vagy orgonát, akkor van, aki csak főiskolán tanít, van, aki középiskolán vagy általános iskolában, olyan is van, aki tanít, és most van itt életében először, és hát teljesen megcsípte ennek a tanfolyamnak a hangulata. Szóval egy kurzus vezetőnek az mindenképpen dicséret, ha olyan emberek jönnek, akik esetleg hozzám hasonló szinten végzik az életben a munkájukat, hát ez emeli a tanfolyamnak az értékét és a színvonalát is. Több mint 30-an vannak itt a szomszédos Romániából, Erdélyből, Székelyföldről, ugye vannak itt több mint 600 kilométer messzeségből is, és egy picit az ökumenizmus is jobban tágul, tehát a baptista, református, evangélikus és a helybeli katolikus testvéreken kívül most már külhonból is jönnek más felekezetű hallgatók is. És számomra ez egy igen nagy boldogság, hogy 54 karvezető van idén. Én itt voltam a legeslegelső énekkari hétvégén is, akkor 5 és felem voltunk. Azóta a szám évenként egyre növekszik. És annyira jó ezt látni, hogyha bár az egyházon belül nagyon erős a könnyű zenének a térhódítása, mégis vannak fiatalok, 10 évesek, akik annak ellenére, hogy egy teljesen más zenei anyagon nőttek föl, még mindig szeretnének karvezetést tanulni, és ezt a repertoárt, ezt a régi tradicionális, ezeket a hagyományokat tovább vinni az ő életükben, és ez gyönyörű látni. Tökéletességtől messze vagyunk, és ez a nagy távlati cél az örökké valóságban számunkra, de a törekvés az egyértelmű feladatunk és kötelességünk is. Mi nem egyszerűen valamit szeretnénk oda tenni, valami pótlékot az igazi helyet, hanem az igazihoz a legjobban közelítőt, és ez azt jelenti számunkra, hogy az igényes Isten, igényes gyermekeiként próbáljuk a minőséget megteremteni. Ha az Úristen adott nekünk sokféle adottságot, a muzsikálás adottságát is, talán a türelem adottságát is a gyakorláshoz, talán az egymásra figyelés adottságát, ugye a zenében nagyon-nagyon fontos szerepe van, akár kórus éneklésben, akár kamara zenélésben, akár másban, az egymásra figyelés. Ha megkaptuk ezt az ajándékot, akkor ezt használni kell, élni kell ezzel, éppen azért, hogy minél igényesebben tudjuk ezt a zenei szolgálatot elvégezni. És ha az Isten tisztelt valami módon belekapcsolódás az örök liturgiába, a mennyei Isten tiszteletbe, akkor a zene az még inkább segít minket átélni azt a többet, ami nem egyszerűen csak összefutunk egy találkozásra, nem egyszerűen csak hasonló érdeklődésű embereknek valami kis klub délutánja vagy találkozója, hanem egy testvéri közösség. Igazából jó zene van. A jó zene titka pedig az, hogy az először is a szívünk muzsikáljon. Hogyha az ember szívében ott van az igazi dallam, ott van az igazi Isten dicséret, akkor a különböző műfajokban is eligazodik. És természetesen ahhoz, hogy valaki a könnyű zenében is nagyszerűen jól zenéljen és vezesse a gyülekezetet az éneklésben, ahhoz neki megfelelő szinten kell ismernie a zenét és begyakorolnia magát. Én úgy hiszem, úgy látom, hogy a könnyű zenei jellegű éneklésnél is a baptista komoly zenei műveltség, háttér az egy óriási előny. És mi úgy hiszük, hogy mindez a különböző stílus egymást tudja támogatni, és hogyha tudjuk egymást szeretni és tisztelni, akkor ezek a harmóniák jól összeigazodnak. Ezen a repertoáron nőttem fel, és én nekem ez olyan, mint a tényleg hazajönnék, tehát nem csak Magyarországra, hanem a zenei hazámba jönnék haza. Másrészt pedig ugyan gyakorló karvezető vagyok, és tanultam is karvezetni, és már több éve gyakorlatban vagyok, mint gyülekezeti szolgálattevő, viszont jó az, ha az embert így időnként szupervizionálják, és rendbe teszik a mozdulatait. Még azoknak is, akik szakmabeliek is szükségük van valakire, aki segít a sallangokat letanulni. Ismerettségek, barátságok, szakmai barátságok kötődnek, megismerik azt a fajta énekkincset vagy zenei kincset, ami a tanfolyam alapanyagát szolgálja,
és viszik a hírét. Természetesen a baptista zenei anyag képviseli a fő gerincét ennek az egész kurzusnak, vagy a kurzusoknak, de nyitunk kifelé. Tehát az ökumenikus gondolkozás benne van, már például a zenei anyag összeállításában is. Mindenképpen missziós, mert nem csak az a misszió, hogy kimegyek és valakit leöntök egy Bibliával, ugye, és mondom neki, hogy hanem az, amikor megtapasztalja és megérzi azokat az ismérveket, amik egy keresztény emberre jellemzőek kell, hogy legyenek. De jó lenne belenézni egy harmadik partitúrában is. Ez a partitúra az Isten előtt van. Az Isten előtt van, és ő vezényli ezt a világot. A lehető legjobban. Otthon van benne, gazdája, ura ennek a világnak. És ő sem elveszíteni akar, nem elrontani akar, nem azt akarja, hogy elromoljon ez a világ, az életünk, a jövőnk, hanem formálni, alakítani akar. És rá akar rakni egy igazán szép szöveget, egy igazán jó történetet erre a dallamra. De ahogyan az a 3000 évvel ezelőtti zsidó dallam sokféle, többféle zsoltárt hordozhatott, az Isten által diktált, karmesterként irányított élet is sokféle szöveggel telik meg. Mindannyian, akik itt vagyunk, írjuk ezeket a dallamokat. A magunk életét hozzáírjuk. Vajon hogyan fog szólni? Illik-e a dallamhoz? Illik-e a mi életünk az Isten dallamára? Az 501. évben vagyunk, elmúlt az 500 éves jubileum. Az 501. évben egy jubileumi miniszteri biztos olyan, mint Szabadstrandon a jegyszedő. Tehát én azt gondolom, hogy valami furcsaság van. És mégis itt az 501. évben is nagyon-nagyon fontos végig gondolni, hogy mi van mögöttünk. A reformációnak, a hit újításnak, Isten szent lelke 16. századi kiáradásának az 500 éves évfordulója után vagyunk, egy olyan év után, ahol átélhettük azt, hogy nekünk nem csak emlékeink vannak. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten egy nagyon magas labdát adott fel nekünk 2017-ben, hogy végig gondoljuk a múltunkat, a dolgainkat, végig gondoljuk azt, hogy milyen úton vezetett minket idáig a mi Urunk, és ebből merítsünk erőt az előttünk álló útra, ami nem lesz könnyebb. Más lesz, de nem lesz könnyebb, mint az első 500 év. És akkor volt értelme az egésznek, ha folytatódik. És én hiszem, hogy az énekünkben éppen erről teszünk tanúságot, hogy van valaki számunkra, aki ma is megváltunk, van valaki, aki elküldte a szent lelkét, hogy megújítsa egyházát. 40 évvel ezelőtt érkezett vissza Magyarországra a Szent Korona. Ebben baptisták is jelentősen részt vettek. Szeretnénk ebben az esztendőben sokszor, sokféleképpen visszaemlékezni arra, hogy van valami, ami összeköt bennünket. Magyar államiság és az, hogy a korona tetején egy kereszt van. Szeretnénk az Istenre, a Krisztus szeretetére ráirányítani a figyelmet. És természetesen végezzük a szociális, az oktatási, a szeretett szolgálati tevékenységeinket, kulturális programokat is hasonlóképpen. Mindenképpen szeretnénk újabb és újabb gyülekezeteket alakítani az országban, olyan régióban, ahova esetleg odaköltöznek baptista testvéreink, és még nincsenek gyülekezetek, és azokban a gyülekezetekben, amelyek már hosszú évtizede vagy évszázada működnek, ott pedig újabb és újabb lendülettel szeretnénk végezni a szolgálatot. Körösvidék a baptista misszió egyik bölcsője. Így szeretnénk megerősíteni az itt lévő gyülekezeteket is. A felelősség nagy.
Azonban a tanáraimtól, akik itt is tanítanak, én ezt kaptam meg, hogy azt, amim van, és amit az Úristentől kaptam talentumnak, azt az embereknek kommunikáljam, és ezzel az ő ajándékát, az ő kegyelmét meséljem el mindenkinek. És nem feltétlenül szavakkal, hanem zenei szolgálattal, a zenei fejlődésemmel mutassam meg az embereknek, hogy nézzétek, kaptam egy ilyen ajándékot. És milyen sokat ki lehet ebből hozni. De ezt én nem magam hoztam össze. Nem egyedül hoztam össze, hanem segítséggel, egy olyan segítséggel, aminél nagyobb segítséget el se lehet képzelni az embernek az életében.